Szeretettel köszöntök mindenkit! A lapoda mese funkcióit szeretném bemutatni ebben a rövid videóban. A letöltést követően ehhez a képecskéhez jutunk el, ami mellett ki is választhatjuk a nekünk megfelelő nyelvet. A ezután a jobb alsó sarokban a kék nyíra kattintva érkezünk el magához a szerkesztő felülethez. Hogy mit tud ez a felület? Diákat, illetve diás sorozatot tud létrehozni. Itt a lap alján látható ez az alsó sor, hogy ide fogja tenni majd a diasorozatunkat, és mindig az aktuális diát, amin éppen dolgozunk, azt pedig itt fölötte láthatjuk nagyba. Új diát itt alul a bal alsó sarokban erre a diára kattintva hozhatunk létre, és mindegyik diához, itt pedig fölötte a fehér területen részen, pedig szöveget is alkothatunk. Tehát bármit beüthetünk, például a három kismalac, című meséhez szeretnék illusztrációt készíteni, akkor én ezt megadom a gyerekeknek, és akkor ők pedig készítenek hozzá illusztrációt valahány diában. A, a, ezen kívül nem csak szöveget adhatok meg, hanem itt jobb oldalon van egy remek funkciója ennek a, a mesének méghozzá hangfelvétel készítése. Tehát rögzíthetek akár szöveget, mesét, mondhatnak a gyerekek verset, illetve énekelhet is, és amikor a diákat levetítjük, akkor pedig ezek a ö, szépen a beállításnak megfelelően akár automatikusan is mint egy narráció megjelennek, illetve hallhatóvá válnak. Ezt nagyon szeretik a gyerekek. Hogy hogyan tudunk ide a diára ö, képeket elhelyezni? Itt ö, tematikus kereséssel a legegyszerűbb a dolgunk. Itt fönt oldalon lenyitjuk a fület, és a következő kategóriákat láthatjuk. Az első az a hátterek, ahol egy komplet hátteret fog betenni nekünk. A többi tematikus keresés során pedig különböző figurákat, tárgyakat tudunk elhelyezni a diánkon. Ha a hátterekre rákattintunk, ott akár kiválaszthatunk mondjuk egy obodát, és láthatjuk is, hogy ott a komplet hátterünk. Ezután, hogyha szintén a a keresés nyilacskát lenyitjuk, akkor akár a, az iskolát, hogyha kiválasztom, akkor itt ö, kereshetek például egy, ö, egy ö, táskát, például itt egy hátitáska, mondjuk itt valaki tehát ide be is tudom tenni a képre. Tehát egyszerű húzással, fogd és módszerrel tudom elhelyezni a különböző figurákat, tárgyakat, mint egy nyomdázás úgy kell elképzelni ezt a, a tevékenységet, és ezekkel a figurákkal itt a jobb oldali ikonok segítségével tudok variálni, tehát tudom kicsinyíteni, nagyítani, előtérbe helyezni, háttérbe tenni, megfordítani, aztán Függőleges, viszintesen is meg tudom fordítani, illetve el tudom forgatni és törölni, és bármikor tudom. Érdemes kipróbálni, számtalan a lehetőséget kínál az oktatás során. Amiről még nem beszéltem, az pedig a bal felső sarokban található ikonok, tehát bármikor tudom menteni az elkészült produktumot, aztán később ugye ezt még tudom szerkeszteni, illetve ki tudom nyomtatni a diákat színesben, és ami egy remek funkció, az pedig a fekete-fehér körvonalas nyomtatása a felületnek. Érdemes kipróbálni, sok sikert kívánok!